Takács Mária Magdolna 60 évvel ezelőtt kapta meg diplomáját. A tanítónő az ezredéves iskolában ment nyugdíjba, ahol, mint mondta, nagyon szeretett dolgozni. De nem csak ezért, hanem a hivatásáért és a gyermekekért van teljesen oda mind a mai napig. A jó pedagógus először is nagyon szeresse a gyereket, ne csak szeresse, hanem tisztelje. Aztán legyen hivatástudata, és a gyerekekhez mindig szeretettel nyúljon hozzá a gyerekekhez, és csupa szeretet legyen a szívében, az lesz jó pedagógus. A város nevében a polgármester mondott ünnepi beszédet, aki úgy fogalmazott, hogy az a legnagyobb öröm számára, amikor olyan embereknek mondhat köszönetet, akik Székesfehérvárt szolgálják. A város alpolgármestere úgy véli, a pedagógusok megbecsültsége az egész társadalom felelőssége. Nekünk, akik ma itt vagyunk, és szintén a közszolgálatában végezzük a munkánkat, milyen példa, amit ők adtak számunkra, és ezt nem csak lehetőségünk, hanem kötelességünk is ezt a példát követni. Az ünnepségen több tucat pedagógus vehette át színes diplomáját, közülük voltak olyanok is, akik 70 évvel ezelőtt szerezték meg oklevelüket.